Orbán Viktor dolgozó szobájában fogadta Soros Györgyöt, akkor 2010-ben még nem volt szó a Soros tervről, amiről a miniszterelnök múlt heti sajtótájékoztatóján is beszélt. Én nyilvánosságra hoztam egy 5 pontos javaslatot, hogy hogyan oldjuk meg, hogyan kezeljük a migrációs válságot. Rá néhány napra Soros György meg nyilvánosságra hozott, kifejezetten megjelölve az én 5 pontomat, egy 6 pontból álló javaslatot, Soros tervet. A kormány erre hivatkozva indította el kampányát az amerikai magyar milliárdos és állítólagos terve ellen. Erről a kampányról is beszélt George Birnbaum, ismert kampánystratéga, a svájci magazin című lapnak adott interjúban, amelyet a 24.hu szemlézett. Azt mondta, Arthur Finkelsteinnál közös cégük győzte meg a miniszterelnököt, hogy Soros György legyen az ellenségkép. Azt javasolták, hogy a kormány őt támadja politikai haszon reményében. Úgy fogalmazott, annyira nyilvánvaló volt, ez volt az összes termékünk közül a legegyszerűbb, csak be kellett csomagolni és piacra dobni. Az azóta már elhunyt Arthur Finkelstein szoros kapcsolatban volt Orbán Viktorral. Megkérdeztük az interjúról Szijjártó Pétert. A külügyminiszter azt mondta, nem tud a kampányról, de a Soros terv létezik. Maga ez a jelenség létezik. Hogy arra kommunikációsan ki mit épít, azt én nem tudom még Birnbaum úr vonatkozásában sem kommentálni. Tehát azt a kijelentést sem, hogy gyakorlatilag erről, hogy Soros György legyen a Fidesz kampányának a középpontjában, erről könnyű volt meggyőzni a miniszterelnököt, ugye ő ezt állította ebben az interjúban. De hát szerintem erről nem kellett győzködni senkit, mert ez a valóság. A szocialisták szerint a Fideszt lebuktatta a kampánytanácsadó nyilatkozata. Tudtuk eddig is, hogy a sorosozás, a brüsszelezés az egy politikai termék, ami az emberek félrevezetésére szolgál, és a Fidesz ezt alkalmazza. De talán a legfontosabb, hogy ezen túl mérlegelni kell minden hírrel kapcsolatosan, ami a Fidesz hazugsággyárából jön ki, hogy az is megrendelésre készült, vagy van-e közel a valósághoz. A Soros György által létrehozott és a támadások miatt Magyarországról elköltöző nyílt társadalom alapítvány szerint most nyilvánvalóvá vált az, amiről ők évek óta beszéltek. Az ő ellene kreált, ő ellene indított támadás az egy mesterséges politikai kommunikációs termék, és hamis következtetésekből kiindulva kreáltak belőle ellenséget. Ennek az áldozata lett az alapítónk által létrehozott alapítvány, illetve egyetem is Magyarországon. Bár az interjúban George Birnbaum arról beszélt, hogy Arthur Finkelsteinnel közös cégük a Fidesz több kampányában is dolgozott, a vállalkozással sem a kormány, sem a Fidesz nem kötött hivatalosan szerződést, kapcsolatban csak a századvég alapítvánnyal álltak. A kormányzati tájékoztatási központ azt közölte, Soros György és hivatásos lobbistái a bevándorlást ellenző országok így Magyarország ellen szerveznek lejárató akciókat az Európai Unió központjában.